Péntek reggel van, 7:30 indultunk. Most van 3:49, és összességében egy 4 óra út vár ránk, Gyulára tartunk. Onnan Békés Csabára, és vissza a Pécs hazafelé, még Kecskeméten várnak minket. Lassan megérkezünk az első pontra, túl vagyunk egy 4,5 órás 400 méter múlva remélem, megérkezik úticéljához. Elő vannak készítve számunkra az úttól való feladatok. Azt igyekszünk elvégezni. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Hiszem. Hiszem. Hogy te vagy. Hogy te vagy. Az élő Isten fia. Az élő Isten fia. Hiszem Jézus. Hiszem Jézus. Hogy te vagy a megváltó. Hogy te vagy a megváltó. A szabadító. A szabadító. Hiszem. Hiszem. Hogy te értem is szenvedtél. Hogy te értem is szenvedtél. És értem is az életedet adtad. Értem is az életedet adtad. Az Úr mind nyilvánvalóban tudja birtokba venni a te szívedet, és vezeti téged az életed minden területén a mind nagyobb tőle való szabadságra, hogy ezt te akard, vágy, szomjazd az ő beszédét, az igét, és az ő személyes, vele való személyes kapcsolatot, hogy te vágy őt szolgálni. Megnyugodtam. Halleluja, gratulálok. Teljes szívemből megtérésed. Ez az Úrnak a jelenléte, hogy a megmagyarázhatatlan nyugalom. Nagyon ideges voltam előtte, még nem jöttetek, most meg már... Dicsőség az Úrnak. Nagyon örülök. Nagyon örülök, és köszönjük a bizalmadat. Szívesen, én köszönök minden segítséget. Halleluja. Jézus Krisztus, szívem már, lelkem már. Halleluja. 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 Akkor... Egy pillanat, hogy minden elmerüljön. Most! Halleluja! Halleluja! Pont elég volt az okád. Halleluja! 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 Hálát adok, Uram! Köszönöm neked Sándornak az életét. Köszönöm, hogy a megtérést rögtön az ő hitből való vágyott bemerítkezése követhette. Így megáldolat téged a Jézus nevében, hogy legyél áldott férfi, áldott krisztusi ember a Jézus Krisztus nevében, és hogy mindenhez megtaláld a segítséget Jézus Krisztusban, így bent a szívedben, a Jézus nevében. Amen. Végeztünk az első küldetéssel, amit Sándor megtérése és bemerítkezése jelentett. Nagyon örülünk neki. Egy nagyon jó embert ismertünk meg benne. Halleluja. Gondolok itt a nyitottságára és az odaszántságára. Dicsőség az Úrnak, megyünk tovább és várjuk a következő kihívást. Pár percre megálltunk egy kúton, mert 10-15 perc múlva ott vagyunk Kecskeméten, az utolsó állomásunkon, ahol elvileg két család felé fogunk szolgálni. Csak most egyet itt fújtunk gyorsan, és mindjárt célba érkezünk. Hát Kecskeméten egy testvérnő és egy házaspár felé szolgáltunk, és hát igen, erőteljes megtapasztalásokban volt mindannyiunknak része, dicsőség az Úrnak. Nagyon jó volt ebben részt venni, és ezt így átélni. És most szombat 2:17 értünk haza. Elég hosszú nap volt. 7:30 indultunk reggel, de nagyon megérte. Dicsőség az Úrnak, és most Pici is megmutatja magát. Az álmos fejemet. Nem tudom, csak nem tudok belenézni a kamerába, de én vagyok. Sziasztok! Sziasztok! Újra úton vagyunk, szombat van. Most már pár órája
haladunk. Székesfehérvár, Érd, Csobánka, és visszafelé Isaszeg az állomás. Megközelítek 800 km-t fogunk autózni összességében, és 1, 2, 3, 4, 5 család felé fogunk szolgálni. Úgyhogy bízunk benne, az Úr rajtunk keresztül cselekszik. Sziasztok, itt vagyunk mi is. Ahogy múltkor is az utunkról tudósítottunk a Viber csoportban, most is megpróbálunk majd a lehető legtöbb információt megosztani veletek, ahol lehet majd fotót, videót készíteni, azt közé fogjuk tenni. Sziasztok! Sziasztok! Túl vagyunk az első állomáson, ahol egy gyermekeit egyedül nevelő anyuka kérte a segítségünket. Ő megújította szövetségét az Úrral, majd ezt követően a két fiatal felnőtt korú lánya átadta az életét az Úrnak. Dicsőség Istennek! Teljesen a combomból. Még itt lent egy kicsikét ezek. Azt még érzed? De itt elmúlt az a nagy fájdalom. És a derék nem mozgott? Most akkor, mutasd meg, légy szíves. Halleluja. És mennyi idős vagy? 83. De jó, dicsőség az Úrnak. És még jobb lesz majd a mozgásod. Megfiatalít az Úr. Halleluja. Sziasztok! 3:43-ban tartunk hazafelé. Ha minden igaz, akkor négyre vagy már négy előtt Pécsett leszünk. Reggel 8-kor indultunk. Ahogy láthattátok már részben, hogy nagy kört futottunk ma is, mert nagyon megérte. Voltunk Csobánkán, Klárit újra megmozgattuk, jár, ugol, már a múltkorinál is ügyesebb. Újra voltunk Isaszegen. Erőteljes volt itt is az Úr jelenléte, és hisszük, hogy feljebb cselekszik, mint gondoltuk, vagy terveztük. Úgyhogy ilyen értelemben is elégedetten térünk haza. Jó reggelt, mert nyilván ti ezt reggel fogjátok csak megnézni, és lássátok a többieket is. Most Pici megmutatja magát és a lányokat. Lányok!